Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Attack of the Bee Team 5. részében, ami mai részben ugye a címben is láthatjátok, a DNA-val fogunk foglalkozni. Úgyhogy bele is kezdenék. Most mentem el bányászni, hogy legyen nyersanyagunk hozzá. Látjátok, most nem is fagyott be a játék, meg semmi. Valahol itt kéne lennie. Gyerekek! Oké, most hirtelen megijedtem, hogy berobbant a creeper valahol. Kicsit alakítottam a házam, mindjárt megmutatom. Az esőt elállítom, ha nem haragudtok meg érte. Mert az FPS zabáló. Rájöttem, hogy mire jók ezek a kis izék, ezek a nem tudom mik. Mindegy, ez Open Blocks-hoz tartozik, és erre jó, így megmutatom nektek. Van nálam például Basalt Cobblestone, eldobálom. Én is megeszi. Tehát ami nekem nem fér, azt ő fogja, megeszi és sétáló chestként hozza utánam, jó kis fiú módjára. Volt egy csomó diamond, minden jó értékes dolgot szereztünk, úgyhogy azt hiszem ez már elegendő lesz ahhoz, hogy belekezdjünk a dolgok sűrűjébe, viszont kell egy új chest. Ami ez pontosan nincs elegendő dolgom. Jó, akkor szerintem én már megtehetem azt, hogy megfogom. Csinálok egy ilyet. Hol van a... Itt van. Ezt eltüntetem, egy jó darabig nem lesz rá szükségünk szerintem. Vagyis hogy de, mert nem sokára belekezdek a DNS-esbe. Egy füzet lapra írtam fel, hogy miket kell, milyen sorjába csinálnom. Biztos ne felejtsem el, meg biztos, hogy ne hagyjak ki semmit. Halljátok, itt járkálnak utánam, kicsit idegesítő és félelmetes hangjuk van. De nem baj, mert megeszik helyettem a dolgokat. Aztán majd hozzák utánam. Úgyhogy annyiból pozitívum. Nem tudtok ide feljönni? Mindjárt akkor dobálok nektek szemetet. Zabáljátok meg, én meg felveszem a fát. Mit szóltok hozzá? Beleakadtál mi? Ja. Hát ez annyira nem lesz vicces, hogy neked fog a bear trap. Agyom, hogy betépőzzetek ide, vagy valami ilyesmi. Ajjaj. Ezzel nem számoltam kellően. Hoppa. Hoppa, hoppa. Jó, gyorsan megyünk, kipakolunk. Ezzel így nem számoltam. Mivel ugyanis a házamba megint tépéztem, így ezzel nem kellett foglalkoznom az előbb. Ne raggolj be, légy szíves. Légy szíves. Így. Jó, hát akkor ez a bear trap ez annyira nem volt jó megoldás, vagyis hát mégse volt olyan jó megoldás, mint ahogy én azt terveztem. Viszont bemutatnám akkor a házamnak az új részlegét, itt lesz a DNS-es dolgok megcsinálva. Szereztem szenet, csináltam előre ezt a generátoros izékét, nem jut eszembe a neve, pedig ki volt írva. Na mindegy, akkor én szerintem bele is kezdek abba, hogy pulverizerezünk és égessük is kifele a cuccokat. Kezdjük veled, nálad mi van? Pont nálad van körülbelül semmi. Légy szíves, gyere ide! Mit találtál ott a sarokba, gyere ide! Okos. Akkor téged ide belerakunk. Jössz te. Na, szépen. Akkor kezdjük leaddel, gondolom nálad van minden. Gyere csak ide. Vágyunk csak, ez belepakolja magától a chestbe?
Ne cseszétek már, de vicces. Ez kajak. Fogja és belerakja magától a csesztekbe. Kipakol. Kipakolta az érceket ide. Furcsa. Na mindegy, kezdjük akkor. Valami értékessel. Alumínium. Hát az nem valami értékes. Mindegy, kezdjük alumíniummal. Bekapcs. Nincs energia. Aha. Oké. Akkor kéne nekünk szén, ami azt hiszem felvittem az összeset, de reméljük, hogy ide lent hagytam egy keveset. Itt van 14, ez teljesen jó lesz. Ide rakunk 14-et. És kéne nekünk vas. Vagy egy vödör. Valamelyiket esetleg. Itt. Itt van vas. Vödröt akkor csinálunk. Mit dobjunk ki? Jó, hát akkor te feleszed. Az is jó. Elnézést, egy kicsit beteg vagyok. Oké. Akkor ma dolgozik is a gép. Neked is kell, úgy látom, akkor víz. Nem baj. Így, ni. Te is dolgozol akkor. Miért nem kezditek el? Kezdjétek el? Miért nem kezdtek el dolgozni? Pedig van energiátok bőven. Azt mondjátok, hogy alumíniumot pont nem lehet. Miért nem dolgoztok? Jó, ez dolgozik. Ja, persze, hogy nem dolgozik. Jó van, Anonymous, gratulálok. Oké, megvan, miért nem dolgozott. Vagy még sincs? Mindegy. Hol van a kis chestünk? Mi ez? Mindegy. Pakoljunk bele ilyeneket. Mondjuk a diamondot azt inkább egyből a chestbe teszem, nehogy valahol eltűnjön. Alumíniumot vagy-e hajlandó kiégetni? Nem tudom, miért nem működik. Azt se, hogy itt miért nem vált át a színe. Így. Pedig ott működnie kellene, nem? Mindegy, hát akkor egyelőre nem működik. Gyerekek, már kajak, nem tudom, mi a baj van. Be is fagyott. Igen. És ezt hogy lehet például? Jó, feladom. Besültem. Jó, az ott dolgozik, addig oké. De mondom, hogy így kéne állnia, nem? És emiatt nem dolgozik, vagy most mi van? Nem tudom, valamit én csesztem el. Nem emlékszem rá, hogy kéne, mint kéne. Viszont akkor én bele is kezdek a DNA-s
dolgokba. Hogy is kell? SC, SC. Nem annál, hogy rosszul írtam le. Hogy miért nem dobott ki. SCA. És itt kéne lennie. Skepperként, vagy Skapper, nem tudom mi a neve. Ahogy ki kéne ejteni. Ott van. Ja, SCR, bocs. R betűt kihagytam, na mindegy. Ah, így, már kidobja. Stone build, megint stone kell azzal, vagy cobblestone. Ugye az mindig van nálunk. Így. És egy darab iron, ami szintén van nálunk, viszont ez már crafting table kell. Ide. Ide. És akkor el is, meg is mutatom, hogy hogy kell ezt az egészet. Mondjuk, ha kezdetnek nem lenne este. Mindegy, ha már este van, akkor mondjuk, ha nem laggolna. Nem. Nem ezt akartam, ezt akartam. Visszateszem a vasat. És hol lett az a kis ügyes dolog? Alihó, ja itt vagy. Téged felkapunk, és őt tesszük le. Nála vannak az értékesebb dolgok, igen. Akkor őt majd részen kívül kiégetjük, mármint nem őt, hanem a dolgait. Őt kell ide íni. Minden más bepakolunk, ami felesleges. És akkor belevágunk a nagy életbe. Normálon kéne, hogy legyünk. Mert azért voltam peaceful egyébként, hogy biztos, hogy ne robbantsák be a házamat, mert amíg a test worldbe, vagyis hát ennek a sorozatnak a másolatos mappáján dolgoztam, addig berobbantott egy creeper az elő ajtót. Úgyhogy szívás. Na de légy szíves, valaki zombi. Egyébként ugye mondtam, hogy megyek bányászni meg ilyenek. Csak arra nem volt szó, hogy konkrétan olyan durva bányát találtam, hogy konkrétan egy órát bányáztam és semmi eredménye nem volt, vagyis hát hogy mindig volt. Oké, ennyi elég lesz egyelőre. A jobb klik segítségével tudom leszedni a DNS-ét, vagy hogy mondjam. Tehát így rámegyek jobb klik, és látjátok kidobja, meg őt sebzi. És akkor nekem megjutnak ilyen skin scales-ek, ha jól ejtettem ki, valószínűleg nem. Kéne még nekem egy creepit találnom, hogy, vagy egy enderman. Egy enderman lenne egyébként a legjobb, de endermanünk nincs. Csirkétől lehet, hogy le kéne szedni a flyját. Tehát, hogy ő tud repülni. Ó, oh, az a ház ott mióta van ott? Nem tudom, elnéztem-e már erre, de erre a házra nem emlékszem. Egyáltalán nem rémlik ez a házikó, valószínűleg már egyébként voltam itt. Itt egy kenyér, az jól fog jönni. Ígyni. Egyébként felnéztem, vagyis hát kidobta a YouTube. Elsza, ami az a Simonnak a videóját, aki ő is Attack of the B-team-ezik. És kicsit örömmel telien. Ó, ez jó sapka, hát csak ide. Nem szerettem volna bárány lenni. Szóval örömmel töltött el az, hogy ő is négy résznél tart, de én előrébb vagyok, mint ő egy kicsivel. Ószeg lehet, hogy ő már addigra behozott, amire én ezt a videót felrakom, de hát nem baj. És nem vádolom meg, hogy kopizol, bla bla bla. Sokkal nagyobb videós, mint én, szóval mindegy. Lehet fel kéne keresni megint e-mailbe. Nem hiszem, hogy az a baj, hogy most már én sérek rá ilyen multis sorozatokra. Szóval nem hiszem, hogy összejönne. Oda be.
vissza a házunkba, és akkor meg is, és ezt elkezdem a zombinak a DNS-ével cuccoskodni. Azt hiszem, hogy itt igen, van energiánk. Akkor kezdjük először a zombival. Kezd el, légy szíves. Nincs elég energiád? Könnyen tudok segíteni. Eléggé megterhelő egyébként. Igen, most már dolgozik is. Addig, amíg ez dolgozik, szerintem vágok egyet, megnézem, hogy milyen a videófelvétel, és pár dolgot ugye elkezdem a sütögetést. Mert eléggé egy lassú folyamat, amit azt csinál, meg szerintem addig megcsinálom a DNA extraktert. Extraktor. Mi kell hozzá? DNA. Combiner, Brother, Autosplitter, Extractor, Extractor, itt van. Kell hozzá egy hopper, az ugye könnyű, egy basic DNA. Kellenek hozzá energiacellák. Jó, ez könnyű, mert hogy mindjárt megmutatom, hogy miért. Akkor addig megvárom. Ezt meg tudom csinálni, viszont akkor újabb zombi DNS-eket kell gyűjtenem, mert ugye ő ad nekünk ilyen cellákat. És ezzel a cellával lehet majd tovább haladni, ez, erre semmi szükségünk egyébként. Akkor berakom továbbra, és akkor abból megcsinálom ezt a kis könyvecskét, viszont akkor meg már lehet, hogy kettőt kéne igazából. Jó, akkor csinálok kettőt, az a biztos. És hát kettő ilyen könyvet, mert utána kell nekünk a DNA descriptor. Ami. Itt van. Ami ez... Na. Légy szíves. Splitter, remover. Itt van, ami ez szintén kell egy könyv és egy papír. Könyvünk az van, azt ugye láttátok az előbb is, úgyhogy azzal nem lesz gondunk. Cukornádat is láttam itt az előbb, úgyhogy... Úgyhogy nem lesz gond. Akkor lecraftolok két könyvet igazából, mert hogy kelleni fog, és akkor egymás után... Craftolom le... Akkor lecraftolom egyébként előre a descriptort is, meg az extraktort is. Addig egy kis vágás. Na, vissza is tértem is, ugye idekintről jelentkezek. Fú, gyerekek! Egy órát szívóztam ezzel a... Szóval egy óráig volt, amíg ezt összeraktam nektek. Előre haladtunk majdnem egy sorozatnyit. Ezt figyeljétek. Gyerekek, nagyon durva. Már csak annyi, hogy itt lesz sok idő, amíg idáig eljutok. Meg hogy utána, hogy egyáltalán valamink legyen, hogy egyáltalán valamit, vagy kezdhessünk vele, úgyhogy nagyon egy összetett dolog. Be is szeretném mutatni egyébként, hogy mi kell hozzá. DNA Combiner, ez az utolsó dolog, ugye ez. Ehhez is csak a könyv kellett, és ilyen. Ugye ez alap, meg tudod kapni már az alapból. Ez pedig három darab vas segítségével, egy glass battle-el és egy arrow segítségével tudod, és akkor el is kezdeném, be is mutatnám. Viszont az a baj, hogy megint nincsen semmink. Ugye azokra craftoltam egyet vagy kettőt, amire eljutottunk idáig. Na jó, csak egyet. Ugye? Egy. Igen, egyet azt hiszem. Kellett, mert ugye elfogyott, és ez az új. Viszont akkor meg kéne várnunk az estét. Mert... Meg kéne várnunk. Addig itt van egy újabb cella, amit tovább is fejlesztünk ide. Cellát belerakjuk ide, és... Telerakjuk energiával. És akkor megmutatom nektek, hogy ez hogy működik ez az egész. Szépen lassan, már nem vágom, hanem mutatom. Itt kész is az... Tehát a... Jó, kell ez is szín. Nagyszerű. Kiveszek mondjuk 64-et. Ígyni. És akkor befűtünk nekik. Így több FPS-en van egy kicsivel. Ezt belerakjuk azt a Helix encryptedet. Ez kész lesz. Tehát megdolgozza ilyenek. És ilyen mutatom, hogy mi lesz belőle. Vagyis hát látjátok magatoktól is.
Szóval megvan a sima Helixünk, amit bele kell raknunk ide. Ugye? Hogy kell? Kell bele energia. Nem. Hoppá, hoppá. Kihagytunk egy fontos dolgot. A DNA splittert. Amihez már kell egy diamond. Jó, akkor vágok egyet, és akkor bemutatom nektek. És hát újra rendezem az egészet igazából, mert újra is kell. Na, itt is vagyok. Készen van. Ismételt 20 perc után. Szóval belerakjuk ide. És itt lehet választani, hogy mire csináljuk a gene-t. Basic gene-t tudunk egyelőre csinálni. Ami egyáltalán nem hasznos. Hogy azt kell, hogy mondjam. Egy Enderman-t kéne ölnünk, viszont szerintem akkor be is próbálkozok most azzal, hogy egy Enderman-t találjak és megöljek, úgyis éjszaka van. Keresnünk kéne egy Creepert és egy Enderman-t. Amúgy az lesz a leghosszabb idő egyébként, hogy tudod, most megcsinálom ezt a gene-t, ó, te is jó leszel. Szóval, ezt a gene-t fel kell tölteni, azt hiszem 22-re az Enderman eset, ami ugye sokszor kell eljutnom addig a folyamatig, szóval, hogy mondjam el nektek, kell tehát újra analizálni, újra megcsinálni, újra Helixet csinálni, újra izét a Helixből megint csinálni, és minden ilyen egyebet ahhoz, hogy egyáltalán odáig eljussak, hogy feltöltjem azt a gene-t, és majd azt kell hasznosítanom, úgy, mindegy, tőled is leveszünk egy kicsit. Tudomány nevében. Így. Szóval nagyon sok minden kell, és ha azt feltöltöttük, utána kell kombinálni, vagyis hát ilyen centrifugázni. Szóval összekeverni, és utána lehet benyomni magunknak saját vérünkbe, ugye, és utána kapjuk meg a képességét. Nem egy egyszerű folyamat, azért megmutatom érdekességképpen, leveszek egy vért magamtól. Ide berakom addig ezeket. Szóval nagyon sok idő lesz, amíg én ezt egyáltalán kezdeni tudunk valamit, valószínűleg át fog csúszni a második részbe. Sőt, biztosan, mert nem sokára vége, és akkor a legrosszabb dolog, ami történhet velünk, magunktól veszünk vért. Kaptunk egy kis ilyen hatást, mellékhatásként. Viszont készen a ilyenünk. Ezt kell ide belerakni. Nem. Kéne találni először egy használhatót, amiben ezt bele tudjuk tölteni. Kezdjük például a skeleton. Jó, akkor rakjunk ide skeletont. Kéne kaja. Kéne egy farmot csinálni igazából, az lenne a legjobb megoldás. Ne lagoljál, légy szíves. Jó, úgy látom továbbra is találnunk kell egy Enderman-t, amit valószínűleg tudom, hogy hol lehet megtalálni. Emlékeztek még erre a helyre? Ahol egyből meghaltunk. Ó, pont ide dobott minket, ahol tudunk kaját szerezni magunknak. Ez elég hasznos. Szerintetek melyikkel szedi gyorsabban? Vagy tök mindegy, hogy is úgyis olyan lassú. Jó, most a kajától nem kell tartanunk. Na, légy szíves. Köszönöm. Jó, akkor keressünk Enderman-t. Ott is van. Oké, és nem nézünk rád,
Csak megtámadunk. Légy szíves, mi ölt meg? Vagy mi támadott meg? De csak sza. Na most, hogy megöltük, kéne keresni még egyet, hogy a DNS-ét is leszedjük. Mit támad engem? Igen. Ezt mondhatnám hibának, mert hogy ugye az egyetlen Enderment, ami a közelben volt, azt is megöltem nélkül, hogy lekaptam volna a DNS-ét. De nem baj, látom úgy, hogy úgy látom még vannak itt. Úristen, Scorpio, vagy mi az? Mi a franc vagy te? Júj! Lekapjuk a DNS-et. Dead. Na, te pont jól jössz. Add csak ide a DNS-edet, légy szíves. Köszönöm szépen, köszönöm a közreműködést, tőled is szeretnék egy keveset. Nagyon szépen köszönöm, vissza is szeretnék tépizni a saját helyemre. Tőletek is szeretnék kérni. Köszönöm az együttműködést, légy szíves enged, hogy felvegyem. Na, szóval. Oké, okay. Cave Spider-öktől is van most már. Tehát csak egy rohadt Enderman-től kéne. Jó, mindegy, eszünk ilyet. Jó, mit dobjunk ki, ami nem kell nekünk. Igazából ide ebbe belepakolunk, akkor ez lesz az ilyen kis szállítónk. Így ni. És akkor légy szíves, gyere csak ide, Enderman, hol vagy? Köszönöm. Nem baj, hogy megölt minket, legalább megkaptuk a dolgunkat, amit szerettünk volna, ugye? Most már haza is mehetünk. És vissza szeretnék változni. Újra olyan picike kis töpli emberke akarok lenni. Köszönöm. Na megnézzük, ez hogy halad. Azóta már készen van. Ide az Enderment belerakjuk. Igen. Közben pedig ezzel tovább haladunk. Ez egy ilyen lassú folyamat egyébként. Ide belerakjuk a cellát. Nem lehet egymásra kettőt? Nem, mert az egyik zombitól van, a másik meg a vizétől mi? Skeletontól, zombitól. Igen. Tőled is leszedjük. Hát ez ilyen lassú folyamat, emberek, sajnálom. Most van 7 perc, meg még van egy... Hány perces? 3 perces, 17, igen. Akkor most már szerintem be is fejezhetjük. Sőt. Ezt gyorsan megmutatom, hogy az Enderman az... Az Endermanes hogy működik. Mert az ugye az a legérdekesebb. Szerintem. Azzal lehet tovább haladni, attól lesz teleportáló. Attól fogunk tudni teleportálni. Az a baj, hogy már összekeverednek a dolgok. Azt hiszem ez az Endermanes. Igen. Teleporter. A teleporter eset rakjuk bele ide. És azt mondjuk, hogy a teleportálás kell nekünk belőle. Nem tudok igazából sok mindent mondani, mert látjátok, hogy mit csinálok éppen. Igen, látjátok, itt van a Gene teleporter. Ezt kell ide raknunk. És látjátok, hogy 0 per 22. Ezeket így végig bele kell pakolni. Újra végig nyomja, de viszont már kevés az energiánk. Nem. Az a baj, hogy ez ide. Basic Gene, ez ide. Így. És ugye látjátok, hogy 1 per 22. Szerintem részen kívül megcsinálom, hogy
21 per 22 legyen, és akkor úgy bemutatom nektek. Utána kell majd belerakni ide, tehát hogy ide belerakom a sajátomat, azt beletoljuk oda. Centrifuge-ba átrakjuk utána, tehát a vérünket is elméletileg kéne centrifugázni. 8 szén erre tökéletes is lesz. Hol van a saját vérünk? Összekeverjük. Igen, centrifugázzuk a vérünket is. Igen. Utána kerül bele ide, és ide fog belekerülni a ez, hogyha meg lesz töltve. Ez végig megy, újra ki kell centrifugázni, és utána tudjuk magunkba nyomni, és tudunk teleportálgatni. Szerintem akkor is érkeztünk a rész végéhez. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, kommentelj, lájkolj. A következő résszel remélem hamarosan jelentkezem. Addig is, sziasztok!